Köszöntelek benneteket! A következő napokban tovább folytatódik az enyhülés és megszűnnek az éjszakai fagyok is. A havazás pedig egyre nagyobb területen felváltja majd az eső, ez pedig azt is jelenti, hogy az utóbbi napokban kialakult hóréteg bizony olvadásnak indul majd. Ha megnézzük a nagy térségi időjárási helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy hazánk térségét az éjszaka folyamán eléri majd egy melegfront, mögötte pedig több fokkal enyhébb levegő fogja elárasztani a Kárpát-medencét. Ez az enyhe levegő egyébként pár napot itt fog időzni felettünk, a jövő hét elején van arra esély, hogy hidegebb levegő árasztja majd el térségünket, viszont olyan erős fagyokra, mint ami az utóbbi napokban volt, nem kell számítanunk. Az előttünk álló éjszaka, tehát melegfront felhőzete lesz felettünk, amiből leginkább az északi megyékben, valamint a Duna vonalától keletre eső részeken számíthatunk majd csapadékra, viszont a hajnali órákra a csapadék zöme már az észak-keleti országrészre fog korlátozódni. Ami pedig a halmazállapotot illeti, mivel enyhülés kezdődik, emiatt egyre nagyobb területen számíthatunk majd esőre, illetve néhol átmeneti ónos eső is előfordulhat majd, viszont az északkeleti tájainkon végig havazásra számíthatunk, sőt itt várható a legtöbb csapadék mennyiség, ez azt jelenti, hogy a reggeli órákra itt akár több centiméteres friss hóréteg is kialakulhat. A minimum hőmérsékletek pedig mínusz 4 és plusz 4 fok között alakulnak, a hajnali órákra viszont kicsit már enyhülhet az idő. Aztán holnap a reggeli délelőtti órákban az északkeleti-keleti tájainkon is megszűnik majd a csapadék, viszont délelőtt igazából még van esély arra, hogy helyenként kialakuljanak záporok, viszont ezek napközben fokozatosan megszűnnek, ezzel párhuzamosan pedig, ahogy láthatjuk is, egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Felhősebb végképp inkább csak itt az északkeleti-keleti tájainkon lesz jellemzőbb az egész nap folyamán. A csúcsértékek pedig tághatárok között 2 és 11 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékekre a felhősebb északkeleti részeken számíthatunk. Aztán fontos még megemlíteni a szelet, ugyanis a délnyugati szél már ma estétől egyre nagyobb területen megerősödik majd. Erős lökésekre egyébként az éjszaka folyamán a Dunántúlnak a déli, illetve a középső részein számíthatunk, aztán holnap napközben az esti óráktól kezdődően tovább erősödik a szél, és csütörtökön már az ország nagy részén bizony erős lökésekre kell számítani. És bár a hőmérsékletek eléggé enyhén alakulnak majd csütörtökön, azért a szél az kicsit ronthat majd hőérzetünkön, de ahogy láthatjuk is, azért az ország nagy részén 10 fok környékén alakulnak majd a csúcsértékek. Emellett viszont nyugodt napra számíthatunk, csapadék inkább csak az éjszakai, reggeli órákban fordulhat elő az északi megyékben, kisebb eső vagy ónos eső formájában. Aztán pénteken nyugat felől már nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, ennek köszönhetően ismét egyre nagyobb területen számíthatunk esőre, záporesőre, és bizony a szombati nap is igen csapadékosnak ígérkezik, ekkor viszont már halmazállapotváltás is lehet. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk legközelebb is. További szép napot kívánok, sziasztok!